Amikor Ortlieb termékkel találkozunk, általában az jut az eszünkbe, hogy milyen jól néznek ki, és még az is, hogy mennyibe kerül. Boltba mennyi? Ennek az árszínvonalnak több oka is van. Az egyik valószínűleg a 27%-os áfa, a másik a remek euró és forint árfolyam. Viszont, amitől igazán különleges és sajnos drága lesz egy Ortlieb táska, az a környezetbarát technológia, a gyártási eljárások, a minőség ellenőrzés, az, hogy minden táska made in Germany, és az 5 éves garancia. Az Ortlieb táskák legfőbb jellemzője, hogy vízállóak. A német márka annyira komolyan veszi ezt, hogy a vízállóságra tett hivatkozás a logójába és a szlogenjébe is belekerül. Az Ortlieb terméke kiemelkedő vízállóságának alapja a speciálisan kifejlesztett, válogatott anyagok, milyen például a poliészter, a nylon és a kordúra szövetek. Ezeknek a szöveteknek egy vagy mindkét oldala bevonattal ellátva. Az Ortlieb által használt bevonatos szövetek, ide beleértve a hegesztett varratot is, akkor is ellenáll a szivárgásnak, ha 100 000 mm-es vízoszlopnak van kitéve. Ez ugye 100 méter, de hát a táskánk tetején viszonylag kevés alkalommal található 100 méteres vízoszlop. A mindennapokban ez a következőket jelenti. Egy 10 000 mm-es jacky tapasztalatom szerint sok órán keresztül véd komoly esőben is. Egy 20 000 mm-es jacky akár napokig is megvéd minket, míg egy 30 000 mm-es pedig már extrém alpesi környezetben is bőven megállja a helyét. A 100 000 mm-es Ortlieb táska pedig valószínűleg sok-sok napon keresztül szárazon tartja az értékeinket. Már ha hetekig zuhogó esőben akarsz bringázni. Az extrém mértékű vízállóságot a nagy frekvenciás hegesztés, azaz HFW néven ismert eljárással érik el. Akit érdekel, ennek az eljárásnak az a lényege, hogy nem kívülről melegítik az anyagot, hanem a nagy frekvencia miatt az anyagok lényegében belülről elkezdenek puhulni és összekapcsolódni. Az eredmény pedig az, hogy maga a varrat majdnem olyan erős, mint az őt körülvevő anyag. Az anyagok mellett természetesen meg kellett oldani a nyílások vízállóságát is. Az Ortliebnek több zárórendszere is van. Az első az a füles vagy hajtókás zárószerkezet. Ezek a fülek csak bizonyos szögökből nyújtanak por és permetező víz ellen védelmet. Viszont hóvédővel vagy kiegészítő tekercszárral is kaphatóak. A rögzítéshez csatok és kampok szolgálnak, de a Cityline termékcsalád termékei mágneses rögzítőkkel is el lettek látva. A második az a görgetéses vagy tekercselős zárás. Nekem is ilyen a táskám, imádom is, főleg azért, mert egyszerű és teljesen por és vízálló. A tekercs attól lesz stabil és vízálló, hogy a felső végébe egy vékony műanyag rudat vartak. A föltekeréssel játszani is lehet, attól függően, hogy mennyire tekercseled vissza, a csomagolt zsákok magassága, azaz térfogata is állítható. Ha a maximális tömörségre törekszel, értsd, a levegőt nem akarod magaddal cipelni, ami egyébként ugye az összes kerékpár túrázás alapja, akkor ajánlott a beépített szereppel ellátott modellt választani. Aztán itt van a George zárnak hívott rendszer, azaz a Quick Seal Closure, ami lehetővé teszi az Ortlieb táskák gyors nyitását és zárását, amolyan szívszárszerűen egy csúszka egyszerű mozgatásával két rugalmas műanyag profil mentén. Ez is teljesen por és vízálló, állítólag ideális a mindennapos használatokhoz. Egy apróság azért ezzel kapcsolatban, hogy a Quick Seal Closure zárószerkezet mínusz 5 fok alatt nem működik megfelelően. Kiemelendő a saját fejlesztésű cipzárjuk is. A legtöbb gyár a kínai YKK vagy YKK cipzárait használja, de az Ortliebnak ez nem volt elég jó, és ezért kifejlesztett egy sajátot. A TipZip cipzára felszerelt táskák természetesen teljesen por és vízállóak, de a különlegességük, hogy a táskák belseje akkor is száraz marad, ha 30 percen keresztül utaztatod a táskádat 1 méterrel a vízfelszín alatt. Az Ortlieb táskákra 5 éves garancia jár a vásárlás időpontjától kezdve minden olyan hibára, amely a gyártási folyamat során az anyagok hiányos vagy helytelen feldolgozása következtében jelentkeztek. A gyártó által elvégzett termékjavításokra is van garancia, az pedig 1 év. Nem utolsó szempont ez, ha a kerékpáros táskáidat tényleg rendszeresen használod. Tapasztalatunk szerint ugyanis még jó nevű márkák termékei is 1-2 év után meg tudják adni magukat. A garancia hatája nem terjed ki az olyan anyagkopásokra, lyukakra vagy szakadásokra, amelyek azért keletkeztek, mert hülye voltál és nem úgy használtad a táskádat, ahogy kell.
Made in Germany. Az Ortlieb az 1982-es alapítása óta Németországban gyárt, és a termékekhez használt anyagok több mint 70%-a Németországból származik. Az összes folyamat 90%-a házon belül zajlik a Heilsbronni Ortlieb gyártban. Ez azért jó, mert Hans, Günther vagy Éva bármikor ellenőrizni és optimalizálni tudja a minőségi gyártást, és garantálják, hogy minden egyes gyártási lépés a legkörnyezetbarátabb legyen. Még 2012-ben 3900 napelemet telepítettek a gyáruk tetejére, amivel körülbelül 8%-kal csökkentették az energiafelhasználásukat. A napelemes rendszert helyhiányában nem tudták fejleszteni, de cserébe a fennmaradó részt német vízerőműből származó energiával pótolják, ennek következtében 2017 óta a Heilsbronni gyár 100%-ban karbonsemleges. Szóval mi itt a lényeg? Ha Ortlieb táskát vásárolsz, mélyebben a zsebedbe kell nyúlnod, de ezzel speciál nem fognak átbaszni.